Ma van a román rendőrség napja, ez ugyanakkor egybeesik a hármas számú katonai rendelet hatályba lépésével, amely teljes kijárási tilalmat ír elő Romániában, ennek fényében üzent az államfő a rendőröknek. A román rendőrségnek üzent ma Klaus Ioannis. Az államfő arra szólította fel a rendőröket, hogy modellként szolgáljanak a felelősség és a magatartás tekintetében, szigorúan alkalmazzák a törvényt, de ugyanakkor tartsák tiszteletben az emberi méltóságot is. A rendőrök, Legyetek figyelmesek és szigorúak a törvények gyakorlatba ültetése terén. Ugyanakkor védjétek meg azokat, akik most támogatásra szorulnak. Annak ellenére, hogy az ellenség láthatatlan, nagyon valós veszély ellen kell harcolnunk, és kötelesek vagyunk legyőzni azt. Az állam főüzenetében megköszöni a rendőrök áldozatos munkáját, egészséget és minden jót kíván a román rendőrség tagjainak és családjaiknak.